Na szevasztok, én Dávid vagyok, és ezúttal Amerikába látogatunk el a Forma 1 2014-es végigjátszásom során, ahol a Red Bull-lal vágunk neki a rajtnak a 5. helyről. És kicsit állítani fogok most az autóbeállításaim, nem manuálisan, hanem csak így ezzel a csúszkával. Egy, vagy kettő, nem, ezzel a egy fokozatot kicsit lejjebb veszem, meg kanyargósabb a pálya is. Kell a nagyobb leszorító erő, downforce high sebességre most annyira nem lesz szükségünk. Mit várok ettől a versenytől? Ettől a versenytől azon sem lennék meglepődve, az utolsó helyen végeznénk, meg abszolút nem ismerem a pályát, nem is szeretem, túlságosan komplikált nekem ez a pálya. Nem szimpatikus. Ha jól gondolom, Amerika után már Brazília jön, kedvenc pályám. Ott egy jó eredményt fogunk elérni, valószínűleg egy második helyet, és Abu Dhabiba is, nem tudom, lesz-e még közte még egy verseny. Mert akkor lássuk ezt a versenyt az 5. helyről, mögöttünk McLarennel Button, mögötte Räikkönen 7. helyről, bal oldalt, 4. helyen Massa, a Williams-el előttünk Hülkenberg, aztán Rosberg 2. helyről és első helyen Hamilton, a rajtot egész jól kapjuk el, és most jön egy féktáv. Sikerült beszúrnom a Mercedes elé, viszont bal oldalunk van Hülkenberg 2. helyen, aki már a 3., mi vagyunk a 2. helyen, és üldözőbe vettem Rosberget, aki most elhúzott mellettünk, meg eléggé elnéztem ezt a féktávot, mint mindig. Mondom, nem ismerem ezt a pályát annyira, fogalmam sincs, hogy hol vannak a féktávok és mikor milyen könyvön jön. Hülkenberg már támad. Most abszolút érzésre megyek. Hülkenberg mögött Massa van, ha jól láttam a tükörbe. Hosszabb egyenes és egy balos lesz, ugye? Igen. Hopp, Hülkenberg hátulba belénk jött, lekocolt minket. Elég óvatosan vettem a féktávot. Visszafordító. És gyorsítás. És már Massa mögöttünk van, megelőzte Hülkenberget. Gondolom a kocnak köszönhetően. Massa nem mögöttünk van, Massa előttünk van. Helyesbítek. Hülkenberg van most mögöttünk. Lecsúsztunk a 3. helyre, a 2. volt. Hova lett Hülkenberg? Hamilton van mögöttünk. Azt a mindent. Ilyen se volt még. Jóval szűkebben fordultam, mint Massa. Szándékosan. Picit lecsúszok a pályába. Hamilton van mögöttünk. Továbbra is. Hamilton mögött nem tudom ki van. És Hülkenberg lesz az, ha jól láttam most a tükörből. Hülkenberg mögött pedig a csapattársunkban. Ismét kaptunk egy büntetést, nem tudom miért, valószínűleg Hamilton itt volt bal oldalt, én kiúztam az autót balra, és a játék úgy ítélte meg, hogy én neki mentem Hamiltonnak. Hamilton is megelőzött. És most a csapattárs van mögöttünk. Most tudom, egy kicsit összeszedetlenebb vagyok, de próbálok eszméletlenül koncentrálni a kanyarokra.
és már csak egy kör van hátra az amerikai nagydíjból, és a negyedik helyen áll per P. Csapattársunk megelőzött ugye az előbb, becsúsztunk az ötödik helyre, és mögöttünk Hülkenberg van a Force India-val. Vissza kéne előznünk a csapattársunkat, egy mély bevetődéssel sikerült visszaszereznünk a negyedik helyet, de a csapattársunk támad jobbról, aki most ebbe a példa elengedte. És lecsúszok a pályáról, akkor visszafordítóan követően. Rosberg ismét visszaelőzött, mert ismét nem ismerem a pályát, és még ismét nem tudom, milyen néven kéne autózni. Közben Rosberg megnyerte a versenyt. Hamilton futott a leggyorsabb kört, 1.45-tel, és az ötödik helyen érünk be a célba. És kérdése, hogy kaptunk-e 10 másodperces büntetést, ugyanis Hamiltonnal volt egy kocs. Remélem nem kaptunk, mert ez így nagyon nem lenne jó. Szerencsére nem kaptunk. És ezzel a 5. helyen kaptunk 10 pontot, és Hamiltonhoz kéne viszonyítani magunkat, aki kapott 15-öt. Igen, lecsúsztunk ismét egy helyezést az összetettben. Már a 3. helyen állunk. Igaz, hogy csak 9 ponttal, de a 9 pont is 9 pont. A következő versenyt mindenféleképpen egy nagyon jó eredményt kéne elérnünk, mert nem lesz akkor ebből világbajnoki cím, ahogy én azt terveztem. Na, én Dávid voltam, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Na, szevasztok!